sportosat. Irodónk vendége Deszapnik Péter, a Ferencváros egykori labdarúgója, a Fradi utánpótlás edzője. Szervusz, üdvözöllek! Még Szervusz. Mindig fiúk, lányok? Igen, igen, párhuzamos a dolog. És? Megfelel egymás mellett a két csapat? Úgy gondolom, hogy elég sok tapasztalatot szereztem, főleg ugye a friss dolog vonatkozásában. Annyit mondanék, hogy mind a két csapatnál ugye egy remélhetőleg eredményes felkészülésnek vagyunk a végén. Fiúkkal ugye elkezdődött a bajnokság, két ragyogó győzelem, erről majd egy kicsivel később szeretnék. A lányok bajnoksága pedig majd március közepén kezdődik. Hát nyilván majd az elvégzett munka ott fog megmutatkozni, hogy mire volt jó vagy elég. Azt mondták nekem, hogy kérdezzek rá a belgiumi útra, ahol ott voltatok, és ott voltak a belga csapat is, korosztályok, és hát kiderültek egy-két dolgok a magyarokról. Mik ezek? Hát, hogyha a Brugge-nél eltöltött szakmai napra gondolsz, vagy napokra gondolsz, akkor ugye egy nagyon jól megszervezett Csepreg Gyuri révén, nagyon jól megszervezett tulajdonképpen tanulmányútra érkeztünk ki, öt edző kollégával, és hát feladatunk, illetve a programunk a Brugge utánpótlásának a feltérképezése, illetve a napi munkába való betekintés, amit hát ők ugye nagyon készségesen megengedtek. Hát ez egyébként gondolom mondani se kell, egy akadémia életében azért nem úgy működik, hogy bárki besétál. Ami nagyon érdekes volt, az maguk a számok. Egyrészt elhangzott az, hogy egy alkalommal körülbelül, amikor erre lehetőséget adnak, 150 gyerek érkezik meg egy válogatóra, egy kiválasztásra. Itt azért a számokban keresendő elsősorban a különbség, illetve mondanám azt, hogy a Brugge-nek ezek szerint ugye belgiumi szinten borzasztó nagy híre van, az ott folyó képzésnek, ugye azt már évek óta onnan kikerülő játékosok minősége, illetve az európai futballba betöltött szerepük indokolja és generálja azt, hogy iszonyú nagy az érdeklődés. Jó, ez egy dolog, de azt hallottam, hogy azt szűrtétek le, többek között te is, hogy utánpótlásról beszélünk most, hogy már most akkora különbség a magyar és a belga utánpótlás között, hogy már nem lehet behozni. Úgy gondolom, hogy bennem is megfogalmazódott az a dolog, hogy a belga bajnokságot egy még inkább a toppon lévő bajnokságok felé nézve egy jó ugródeszkának lehetne tekinteni. Tehát akár egy magyar vagy egy közép-kelet-európai játékos egy belga bajnokságban megedződve és onnan kiválasztva vagy érdemesnek találva arra, hogy följebb lépjen. Ugye itt az európai topklubokat értem ez alatt. Ez egy nagyon jó helyszín, illetve képzési centrum erre. Most azért nem akarok nyilván nagyon nevekbe belemenni, de mi megérkeztünk egy három játékossal is, akik véleményem szerint, illetve hát a velem együtt kint lévő kollégák véleménye szerint is, ami mondjuk maradjunk annyiban, hogy nem volt elfogult, hiszen most szakmailag próbáltuk nyilván mi is nézni, kikérve a belga kollégáknak a véleményét. Tehát minden egyes foglalkozás után egyeztettünk, mit szerettek volna látni, mit láttak, milyen volt az edzés. Tehát ezek a játékosok igen, saját korosztályukba beilleszkedve végezték a munkát, és úgy gondoltuk, hogy egyrészt az edzés intenzitása, másrészt az edzés minősége, amit ugye mi sokszor szoktunk figyelni vagy nézni, illetve hát később ez csapódik le bennünk, hogy na most akkor milyen munka volt az, amit mi elterveztünk, a srácok végrehajtottak, mi lesz ennek a hatása, és mi az alapján úgy döntöttünk, illetve hát egyeztetve abban maradtunk, hogy ezek a srácok nagyon jó helytáltak. Ezt a pár napot, amit edzéssel töltöttek, megfejelte egy az ott tartózkodásunk végére beiktatott felkészülési mérkőzés egy helyi ilyen korosztályos válogatott ellen, és továbbra is abba erősített meg minket, vagy az erősített azt hogy is mondjam, szűrtük le, hogy ezek a fiúk, ezek ebbe a korosztályba még ugyanott vannak, ahol a belga. Nem tudjuk, hogy ugye az összetételét, illetve a belga csapat milyen játékosokkal, vagy ki hol edzett a mely korosztályba,
De ott azon a mérkőzésen az adott pillanatban jól, megfelelő mennyiségűt, jó irányba, jó minőséggel futottak és futballoztak és tették a dolgukat. Majd amikor oda került a sor, hogy legyen egy értékelés, akkor ugye azzal szembesültünk, hogy ők ezt, és itt van a titok vagy a kiválasztásnak a szerintem megfogható lényege, egy idősebb korosztály edzésében kell gondolkodnunk. Tehát aki most 15 évesek között jó, az egy életkori sajátosság, az nem egy rossz probléma, vagy nem egy rossz dolog. Ugyanakkor, ha 1-2 évvel idősebbek között is meghatározó, vagy olyan teljesítményt mutat, akkor szívesebben nyúlnak bele külföldiek magyar játékosokba. Igen. Egyáltalán nem elhanyagolható tény a kommunikáció, tehát hogy a nyelvek tanulására, elsajátítására én már mindenkit biztatnék, aki ilyenbe gondolkodik, hiszen anélkül egy csapatban mondjuk nagyon nehéz gyökeret verni, természetesen a teljesítmény is számít, de akkor ez a mi esetünkben úgy látszik most még egyelőre nem volt elég, vagy megfelelő. Mármint? Hát ugye azok a játékosok, akik ott akkor bemutatkoztak, nem lettek úgymond visszahívva, és azt mondva, hogy akkor a Brügge akármelyik csapatában... Angolul tudtak? Nem tudtak, vagy csak... Hát most, hogy 15 évesen a általános iskola vagy középiskolai képzés során mit szednek magukra, azt... Iskola válogatja sajnos. Igen. És hát azért valószínű, hogy Belgiumban nyilván egy flamand, egy belga, esetleg francia inkább jobb lenne, de azt meg kell mondjam, akkor hogy... Akkor egy intenzívebb edzés és intenzívebb angol nyelvtanulás kellene akkor a magyar fiataloknak. Tulajdonképpen erre vonatkozó lépések történtek, a mi versenyzőink, játékosaink, ugye a Fradi fiúkról beszélek, igen, többek, akik érdemesek arra, felsőbb korosztályba edzenek, ott lépnek pályára, természetesen, ha megfelelő mérkőzés idő jut nekik, akkor ott vannak szerepeltetve, hogy ez a folyamat, ez mikorra fog odáig eljutni, hogy majd egy következő, mondjuk így belga út alkalmával rájuk mutatnak, hogy na te, akkor szerintem elértünk valamit. Ez még időkérdése. De akkor most akkor tudod, akkor tudjátok, hogy akkor mifelé kell indulni itthon, mint edzőknek. Tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy a játékosoknak mi ennek kapcsán tudunk majd irányt mutatni, tapasztalatokat átadni. De mondjuk ezzel eddig se volt probléma. Az edzés szervezettsége, a játékosok fegyelmezettsége az mind olyan dolog, ami szintén súlykolandó lenne, és bizony néha érzem úgy, hogy azok a fiúk, akik a kezünk alatt vannak, azok valamiben, nem tudom, de valami másba gondolkodnak, mint egy kőkemény profi szemléletbe. Én mindig attól tartottam pályám kezdetén, hogy a szülők talán jobban akarják ezt a dolgot. És ez mondjuk egy ilyen kiemelt utánpótlás képzésnél egy picit furcsa, de néha azt látom, hogy nem jár ott a fejük. Lehet, hogy a délelőtti iskola, ha elmennek és járnak, akkor lefárossza őket, ugyanakkor a délutáni másfél óra sokszor nehezen indul. Én mást hallottam. Kíváncsian várom. Hogy ott jár fejük, hogy milyen tetoválás is, hogy milyen legyen az új hajfrizurájuk. Hát vannak előttük élő példák. És akik tudják, hogy jók lehetnének, és tényleg egy kicsit jobban rá kell koncentrálni a futballra, azok is ebbe elvesznek. Hogy ez fontosabb számukra jelen pillanatban. Tetoválás és a haj. Ezek külsőségek, nyilván mi elsősorban arra lennénk kíváncsi, hogy mit hoz magával teljesítményként a pályára. Igen, csak tudod, mondtad azt, hogy máshol járnak. Hát itt járnak, nem az iskolapadban. Igen. Én úgy gondolom, hogy ez még talán egy bocsánatos bűn lenne, de én mindig azt mondom, hogy a teljesítményeddel, ne pedig a cipőddel, hajaddal, bőröddel tűnjél ki. Sokszor ez könnyebb, amiről te beszélsz, illetve mi most beszélgetünk. Csak hát, mint edző, mit tehetsz ennek érdekében? Szólhatsz neki, hogy nincs tetovál? Te megtilthatod neki, hogy ne menj el fodrászhoz, vagy legalábbis ne ilyen hajat csináltassál? Pedagógilag. Egy edzőnek példát kell mutatni. Az én cipőm nem színes. Én bőröm nem tetovált, a séromról meg annyit, amennyi látszik. Na de ezt elfogadják? Nem azért könnyen. Azért kérdezem, hogy te most mit tudsz hozzátenni verbálisan ehhez az egészhez? Én úgy gondolom, hogy hitelesnek kell lenni minden vonatkozásban. Kell lenni egy sportmúltnak, ilyen-olyan ennyi vagy annyi mérkőzés számmal, esetleg olyan anyag, amit visszanézhetnek, és mondjuk azt mondják, hogy mit tudom én, Deszkabály hogy oldotta meg, vagy mit hagyott ki. Tehát éppen ez is benne van, hogy csináljam majd én másképp. Ezek a gyerekek azért ugyanúgy értelmes lények, tehát most azért nem kell itt arra gondolni, hogy bárkinek a fejében nem lehet, hogy is mondjam, rendet tenni. Egy,
tény és való, hogy az edzői munka jelentős része azért a szakmain, pályán bemutatotton kívül abból is áll, hogy néha félre hívjál, néha beszélj vele két jó szót, még akkor is, hogyha úgy mondom, nem érdemli meg, de hihetetlen impulzusokat tud adni az ember, és energiát felszabadítani azzal, hogy ha nem úgy sikerült, akkor adsz neki egy barackot fejére, gyerünk tovább, csináld, jó lesz, most ez egy meccs, most emiatt dőlj össze, vagy éppen ha valaki például hát úgy érzi, hogy ő hozta azt a mérkőzést, hogy maradjon a földön, jön egy következő, ebből már nem lehet megélni, ez történelem. Tehát igyekszünk saját példából szerintem olyan dolgokat adni nekik, amik ha nyitott fülekkel járnak, vagy meghallgatják, megfogadják, vagy nem. Majd hát igen. Azért érdekes dolgokat hall az ember néha. Az Üllői útról épp múltkor csiripelték a madarak, hogy felkerült egy fiatal játékos a felnőtt csapathoz, és be kellett volna dobni a labdát, a srác letette a partvonal a labdát, és beszaladt, és Dol megkérdezte, hogy mi ez. Válasz az volt, ő még soha életében nem dobott be labdát, mindig rádobták a labdát. Hát, utánpótlás. Nehezen elképzelhető a dolog, mert hát, ez nem kapus volt az illető, akkor... Nem kapus, és hiteles a történet. Nem tudok hozzászólni. Értem, nem tudok hozzászólni. Felnőtt csapat, igen. Utánpótlásból oda kerülő játékosoknak a... Igen, igen. Eddig mindig az volt, hogy csak rádobták labdát, ő soha nem dobott be, neki nem kellett soha bedobni. Értem. Hát mindenből tanul az ember. Én azért eddig is úgy gondoltam, hogy ezeket a rögzített szituációkat be kell építeni az edzésbe. Fogunk rá figyelni, hogy esetleg ilyen még egyszer ne fordulhasson elő, bár ezt én szeretném egy tréfával elütni, mert... Jó lenne, igen. Ez onnan jött, hogy beszélgettünk arról az illetővel, hogy most akkor a Ferencvárosos leült, nem ült le, most mi van a Faradival? Nem ültek le szándékosan, de mentálisan problémák vannak a játékosokkal, némelyikkel, és... Így került ez is szóba többek között, hogy ilyenek is vannak. Sok magyar játékos, fiatal játékos öltözőben király, kimegy a pályára, kész. Megadta magát. Igen. Szeretnék egy sok évvel ezelőtti példával szolgálni, amikor, és nagy nagy köszönet azoknak a srácoknak, illetve hát most már lassan nyugdíjasok, akik mellett én úgymond inasoskodtam annak idején a pályám kezdetén, nem fértek bele ilyen dolgok, mint amiről te beszélsz. Tehát ott azért egy öltöző az úgy nézett ki, hogy volt játékos, aki ünneplőbe öltözött például a meccs napján, ezt ugye öltön nyakkendő. Volt olyan játékosnak, akinek csókolomot vagy jó napot kívánok, ott kellett köszönni, és valahogy működött a tisztelet, működött az alázat, nem kellett azon gondolkodni, hogy most kivigye ki a labdázsákot, vagy éppen kiszedje össze a megkülönböztető trikót edzés után. Erre vonatkozóan azért vannak keserű élményeim, amit folyamatosan szeretnék nyilván, tehát friss keserű élményeim. Szeretnék minden nap azon dolgozni, hogy ezek a dolgok természetesek legyenek. Ne legyen kevesebb azzal egy játékos, hogyha ezt az alázatnak, ezt a formáját mondjuk ő esetleg majd egy ragadós példává teszi a csapaton belül. Sokszor több a sztár, így van, mint a zongoracipelő, sokszor ez sínlik meg a csapatok. Tisztelet a kivételnek, de sajnos én is tudnék olyan példát mondani, ami nem szívderítő. És ugye erre mondják a szurkoló, de hát azért vannak az edzők, hogy oldják meg, hogy ne legyenek ilyenek. Igen, ez is így van. Feladatunknak érezzük ezt mi is. Tény és való, hogy ahogy fogalmazunk, próbáljuk a vadhajtásokat nyesegetni. Azt, hogy ez mondjuk mire lesz elég, nyilván egy következő olyan út alkalmával, amikor ki kell szedni a buszcsomagtartójából esetleg a labdázsákot, és kimászik be érte, én 50 évesen. Csak ne felejtsük el, amiről nem beszélünk, hogy a társadalmi közeg is megváltozott. Azért akkoriban egy ének tanárnak felemelte a hangját, akkor mindenki vigyázba ült és kussol, csendben volt. Tehát könnyebb volt ezáltal ugye, a fegyelmet tovább vinni az öltözőbe máshová. Mert ugye megszokta a lurkó a diák. Így van, hogy van fegyelem. Hogy ez egy természetes folyamat, hogy
Igen, de nagyon sok minden megváltozott, és erre szoktam azt mondani, hogy például csak a kenyér árára gondoljunk, és akkor ezt rövidre is zártuk. Ezek élethelyzetek, ezek olyan dolgok, amihez alkalmazkodni igen. kell nekünk, a fiataloknak. Én úgy gondolom, hogy semmivel nem engedek meg nekik többet. Engedünk meg kollégámmal többet, mint amennyit nekünk annak idején. Persze sokszor mondjuk magunk között beszélgetve, hogy fő, hát hogy ez annak idején azért hogy nézett volna ki, hogyha tök mindegy kicsoda igen, 35 igen. vagy 40 éves játékosnak te ezt vagy azt. Ez megváltozott, ahogy te is mondtad, be kell ültetni ebbe a mai közegbe. Ami nehéz, nem egyszerű. Nem egyszerű, fogalmazzunk inkább így, de ezek a srácok képezhetők, alakíthatók, formálhatók mentálisan, többféle vonatkozásban azt gondolom, hogy kellenek a részünkről jövő iránymutatások nekik, és én bízom benne, hogy az én igen, csak itt az eredmény már nem olyan szembetű, nem olyan látszat, mint régen volt. Tehát ugye ezt is látni kell, ugye, mert az egész közeg megváltozott, neveled, te látod rajta, hogy változott, de ezek már nem olyan jellegű, jól megkülönbözhető változások, mint hogy annó ugye jól meg lehetett különböztetni, hogy ki hol van adott rangsorban. Én egy dologra szeretnék itt ilyenkor fókuszálni. Például ugye különbségek. Van az a játékos, aki nálunk 18 évesen nem tudja magát beverekedni, kvázi csak úgy, hogy tartósan tagja legyen egy feljebb, egy idősebb korosztálynak. Ugye mi történik, egy vergődő Manchesterbe találnak egy másnap kémiából érettségiző fiatalembert, és eldönt egy Arsenal elleni meccset. Hogy ide kéne eljutnunk, és ezt mondtam ugye a belgiumi út kapcsán is, hogyha majd egy idősebb korosztályba, szépen lassan, tehát most a 10 éves, a 12 évesek között, 12 a 14-be, stb. Majd itt szépen föl van építve mondjuk a szakmai munka által, akkor talán elvárható lenne az, hogy 18 évesen, amikor igazából eldől az, hogy most lesz-e belőle profi játékos vagy sem, nem beszélve arról, de bocsáss meg! Na de ezek miért új dolgok? Hát csak emlékezzünk Lipcsé Petire. Hát nem pont ugyanez volt? Hogy ő mindig 2-3 évvel idősebbek között futballozott folyamatosan? Folyamatosan. Hozzámertek nyúlni. De ez volt? De mondom, hozzámertek nyúlni. Jó, tehát de... én úgy gondolom, hogy van egy olyan állás a bajnokságnak, egy olyan koncepció, amikor azt mondjuk, hogy nézzük meg. És azt én el tudom fogadni, hogy úgy nézzük meg, hogy ez igen. nálunk egy hónapig. És akkor kiderül, hogy vagy nem gyors, vagy nem fut eleget, vagy nem jó a mérkőzésen, ugye itt a mérési eredmények alapján. És akkor azt mondja a felső vezetés, hogy uraim, nézzük meg, ez a statisztika az, amit az első csapat tök mindegy 30 éves játékosa tud, aki előtt a legnagyobb tisztelet, mert napról napra elvégzi azt a munkát, amit el kell végezni ahhoz, hogy topon maradjon. Igen. Mert hogy ő azért már ott van, vagy volt, akkor ezzel nem lehet vitatkozni. Igen. Jó, ha elszállt az idő az utánpótlással, pedig hát zajlik a bajnokság. Szerdán is ugye bajnoki fordulók lesznek. Ugye ma játsszák a Vasas-Debrecen meccset, szerdán többek között, ami érdekes, a Békéscsaba Ferencváros mérkőzés kimenetele mi lehet. Hiszen, mint tudjuk, a Fradi nem igazából talált még magára, és legutóbb a Békés Csabán éppen hogy nyert, de. És most a Békés Csaba elkapta a fonalat, hogy bár tűnik. Mi lesz Békés Csaba Ferencváros mérkőzésen? Ami akár nagyban befolyásolhatja majd a Vasas jövőjét. Mert most ugye a két csapat között már csak 3 pont a különbség. Nagy a Vasas Békés Csaba vonatkozásban. Így van, így van. Nyilván én, mint ferencvárosi utánpótlás edző, elsődlegesen azért a mi házunk táján szoktam nézelődni. Egy biztos, hogy ugye a bajnokság legutóbbi mérkőzésén a Békés Csaba Pakson egy véleményem szerint azért egy bravúr győzelmet aratott, és ahogy mint az Aurélnak a nyilatkozatából lehetett értesülni róla, még ő se találkozott ennyire szenvedős és gólra esélytelen mérkőzéssel, ugyanakkor a Békés Csaba pedig például a második góljukat egy nagyon káprázatos technikai megoldással. Ugye nem úgy gondolnám, hogy találták, mert azért egy ilyen mögött mi edzők legalábbis tudjuk, hogy nincsenek véletlenek. Azt örömmel nyugtázom, hogy egy hogy is mondjam, nyögvenyelősen vagy kicsit nehezebben induló Békés Csaba, illetve az ő szimpatizánsaik számára egy picit úgy
eltűnnek a felhők az égről, és hát ugye a bizakodásnak, meg az optimizmusnak újra helye van. Persze ez talán, hogy is mondjam, egy csapat magára találása, illetve a bajnokság szorossága, az generál egy jobb minőséget, amivel azért igen, talán mondjuk majd előbb-utóbb megjönnek a nézők. Maradjunk annál, hogy mondjuk a Békés Csaba, illetve a Ferencváros Békés Csabai vendégjátéka az mindig egy nagyon érdekes történet volt, azért itt mindenki tudja, hogy valamikor mennyi néző előtt zajlott. Igen, igen. Jó, de most mi van a Fradival? Hát valóban jól laktak, és úgy fejben tudott alatt is már leültek, hiszen első helyüket nem tudják elveszíteni. Azért úgy óvatosan fogalmaznék, hogy mi az, amit el lehet veszíteni, vagy mi az, amit lehet nyerni. Most nem az első helyről, hanem a nézők szimpátiájáról beszélünk itt, igen, a valaminek az elvesztése kapcsán. Most az kellene, hogy szem előtt legyen? Akkor egy picit nagyobb a tét, bár a szurkolók fanatizmusa azért az tűzön vizen át, és nem nagyon szokott probléma lenni. Egy-két fütyüléssel lezajló első 20 perc, vagy második, vagy akár a nyarik fél idő után azért megint egy optimista hangulatban jönnek ki a következő mérkőzésre. De mégis úgy gondolom, hogy pont ez a futball szakmának a leges, legfinomabb részlete a motiválás, a szinten tartás. Ez valahogy a korábban említett külföldi csapatoknál biztos, hogy jobban működik. Megint csak egy példa, ugye hát a Ranieri mester ugye több klubon keresztül néha sikeres, néha kevésbé sikeres időszakot már megélt, és tehát most mi a szakmai munka csúcsa? Az, hogy ő ebbe a korábban hitetlen kis csapatból egy Premier Ligát vezető csapatot csinál, vagy hát játékosokkal közösen, mert mindig azt mondom, hogy sose vegyék ki többet egy győzelemből, mint amennyit a csapatot teljesítménye, meg a külső körülmények meghagynak neked. Én erre úgy gondolom, hogy a mostani Ferencváros esetében is az a legnagyobb, nem is gond, hanem feladat, hogy ezt a, nem azt mondom, hogy útról letérő szekeret, mert azért ettől baromi messze vagyunk, picit visszazökkentsék, és azért jöjjenek a szellemes megoldások, ne a görcs, csak a gól. Mm. Tehát ami ugye a Fradit a támadó játékot. Élvezzék már játékot. Most tényleg most jut eszembe, miért nem élvezik? Hát most, amikor már nem lehet elbukni a bajnoki címet. Miért nem futballoznak úgy, mint hogy csak a grundon lennének? Érdekes kérdés, de szerintem mindenki ezen dolgozik, hogy ez újra úgy működjön, ahogy a... Ne valamikor akkor most tényleg lehetne így lazán futballozni egyet. Igen, de mi most külső szemlélők vagyunk, igazából nem tudjuk, hogy mi játszódik ott le napi szinten. Én gondolom azt mondjuk, hogy megtalálta a játékosoknak az aktuális posztját ugye a mester, ez már egész ősszel jól működött. Most azért kicsit érdekes dolog, hogy kihagyott két játékost az alapkeretből. Én azért úgy szívesen látnék olyan dolgot, tény és való, ami a gól összefoglalókba, a hétvégi mérkőzés összefoglalókba, mondjuk egy Fradi meccs nem két percet vesz igénybe, hanem mondjuk hatot. De annyi helyzet. Hát annyi minden történik. Igen. Jó, hát mindenesetre az érdekes téma, hogy miért nem tudnak lazán felszabadultan futballozni, mikor már nincs, ami nyomja a vállukat, nem? Hát ez egy olyan apró pici része ennek a futball szakmának, amit nem véletlenül bíznak pszichológusokra. Van pszichológus? Olyan pszichológusra gondolok, aki állandóan viszonylag ott van, tehát heti rendszerességgel ott van legalább. De nem az, hogy most fél évente vagy negyed évente egyszer. Én látok, és utánpótlás játékosok is igénybe vehetik minden sportág tekintetében a szakembert, tehát szerintem a válasz az igen. Uh-huh. Jó, hát akkor minden esetre holnap, azaz szerdán kiderül, hogy sikerült a Ferencváros játékosainak lélekben is felszabadulni, és akkor egy örömfutballt. Mert ha jól játszanak, akkor mindig mi az eredmény? Így van? Akkor a közönség imádni fogja őket. Csak hát legyen jó játék. Azért a mi esetünkben nyilván a győzelem, az nem is mint kényszer, de egy jogosan elvárt. De ez most mennyire jobb, ami most például a Diós is játszottak, ugye? Tehát ez egy pont, és akkor mi van? Nagyon nem szabad azt azért elfelejteni, hogy most nyilván miből van a gól? Kreatív támadójátékból. Nem akarom a Barcelonát felhozni. Tök mindegy, hogy védekezik az ellenfél, vagy 20 vagy 25 percig annyi, amennyi lehet, hogy a 70-edikig, de aztán kiszakad a gózsák.
Itt a kreatív játékosok teljesítménye az, amit hogy is mondjam, megoldásként tudnék esetleg földobni, mert lehet, hogy a Diósgyőr felállása, a játékrendszere olyan volt, hogy nem éppen ízlett a Fradinak. Mutassanak olyan edzőt nekem, aki az Üllői útra úgy megy el, hogy mit tudom én, két belső védőt hagy hátul, és akkor 8-an támadnak, most ez egy költői túlzás, de azért ezek nem egyszerű dolgok, és most hiába 2x11 ember van a pályán, biztos, hogyha egy részére redukálják a játékot, és csak arra a területre kényszerítik az ellenfelet, aki gólt akar rúgni, vagy kiszolgálni a közönségét, mint a Fradi, és berendezkedik olyan kontrákra, amiből a Diósgyőr azért parádésan lehozta ezt a mérkőzést. Igen. Számukra kedvező módon persze. Mindenesetre nem áll meg az élet, jönnek az újabb fordulók. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a kívást. További sportosat. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.